Így a satos villamos vártam, hallgattam az éjjel elterült lazán, s fel se tűnt a kölcsön bőrkabátban, hogy fagyni kezdett, s elkékült a szám. A villamos meg csak nem akart jönni, nem baj, gondoltam, nincs vonaljegyem, nem vár senki, nincs mivel törődni, esetleges, mi történhet velem. A körút mellett minden bérlakásban, az összes alvó fog csikorgatott, s összeadta szépen önmagában, hogy álmából levesbe aznap mit rakott. Gyalog sétáltam egészen hazán, egyik fázni kezdtem, a körút gyorsított velem. Figyeltem szelát országon, hogy ásít, majd tűnődtem, hogy mit jelent nekem. Az én hazám nem hordoz plusz jelentést, de megmondja, hogy súlyom hány kiló, hogy nem vagyok eléggé jó keresztény, és nem vagyok eléggé jó zsidó, hogy bárhogy élek, nem lesz semmi könnyebb. Vágyam sincs, hogy szívem hajtsa szét. Nehézkes, átizzadt érdekek jelölnek, és én vagyok már minden csőcselé. Az utcán, hogyha bárki szembe jönne, amit szeretne, azt tehet velem. Bevetolok, hogy így jutunk mi többre, akárki megkap áfamentesen. Akárki megkap áfamentesen. Hazaérek, minden növényem él még, a bérlakás szeliden rám köszön, a boldogságot nézem még a tévén. Van tiszt ágyom? Van ilyen csőm.